Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk megint Komáromba. Ez egy teljesen másik napon lesz felvéve, mint az előző videó, úgyhogy most igazából kétszer megjártam már ezt a Budapest-Komárom távot. Itt vagyunk most a szlovák oldalon, már konkrétan a vasútállomás elől jelentkezem, és hát ugye feltettem nektek egy kérdést, illetve szavazást indítottam arról, hogy mit próbálja ki először, a szlovák állami vasutat, vagy pedig a RegioJet szolgáltatását, és igazából lehengerlő sikert aratott az állami vasút kipróbálása, úgyhogy természetesen, hogyha ezt szeretnétek látni, akkor ma ez lesz így első körben, de természetesen a RegioJet szolgáltatását is ki szeretném mindenképpen próbálni és megmutatni nektek, mert ettől függetlenül higgyetek el, hogy az is érdekes. Én úgy érzem, hogy leginkább az, hogy mondjam, aztán torított el titeket a RegioJet-től, hogy ugye sárga Desirók közlekednek itt ezen a vonalon, és hát a Desiro annyira nem izgalmas, hiszen otthon is találkozunk vele a mindennapokban. Mára kimondjuk egyébként, ugye ez is tulajdonképpen térségfüggő, és akkor a mai nap a 135-ös vasútvonalon fogunk utazni, ez pedig a Komárom Érsekújvár vasútvonal, vagy ahogy itt hívják, Komárnó Novezámki vasútvonal. Érdekessége egyébként az, hogy hivatalosan a vonal 35 km és Magyarországról indul, és a két Komáromot összekötő vasúti híd is tulajdonképpen a része, amit a magyar oldalon egy T-nek hívunk, ha jól tudom. Itt azonban ugye 135-ös, mármint az itteni részen 135-ös a számozása a vonalnak. 35 km, de tulajdonképpen 29 km-t használnak utasforgalmi szempontból. Ettől függetlenül ugye hivatalosan 35 km és hivatalosan a magyar Komáromból indul a vonal, de tulajdonképpen ez tényleg csak a papíron fontos, mármint az utas számára, hiszen utazni innen tudtok Érsekújvár irányába. Mi azonban nem fogunk elmenni Érsekújvárra, méghozzá azért nem, mert pont úgy van a menetrend, hogy ahogy mi beérkeznénk, már jönnénk is, vagy jönne ki a visszafele induló vonat, már pedig nekem annyi időm most nincsen, úgyhogy előtte valahol, még nem tudom, hogy hol, de előtte valahol le fogunk szállni, és akkor bevárjuk ott majd a visszafele, vagy azaz ide érkező, vagy ebbe az irányba induló vonatot, és azzal fogunk ide majd visszajönni. Azt már láttam, hogy mivel fogunk mi most utazni. Hát megmondom az őszintet, hogy megörültem, meg egy kicsit egy félmosó is megjelent az arcomon, mert hogy ugye a hétvégén, amikor itt voltam, akkor ez a gyönyörű szép emeletes, ahogy itt hívják, ugye Skoda City Elephant vonat állt bent, vagy motorvonat állt bent, és ugye azt meg is mutattam nektek kívül, illetve belül, és abban az egész videóban ugye a sárga Desiro, az emeletes kocsik, szóval, hogy egy kicsit olyan érzete volt az embernek, így visszanéztem legalábbis a saját videómat, és nekem olyan érzetem volt, mint egy kicsit ilyen csalóka képet mutatna itt a vasúti szolgáltatásról, szóval azért persze ezek klassz dolgok, ugyanúgy ezeket nálunk is meg lehet mutogatni, az emeletes vonatot, a Flirtöt, meg a Desirót mondjuk, de azért itt is vannak ilyen úgynevezett kohószökevény kocsik, illetve mozdonyok, úgyhogy hát mindenképpen ilyen kocsikban fogunk ma utazni, úgyhogy ennek egyébként örülök, mert legalább ezt a részét is megmutatom nektek a szlovák vasútból. Úgyhogy gyertek srácok, utazzunk egyet! Hát mit lehet mondani srácok? Erős kontraszt így a hétvégi emeletes vonat látványa után, de ezzel fogunk ma utazni. Aztán majd meglátjuk, hogy visszafele mivel jövünk, de egyébként emeletes vonatot nem is remélek, mert hogy volt egy kedves néző, aki bekommentelte az indulásait, és a reggeli, illetve a késő, hát illetve késő esti, talán kora esti, lényegtelen is, de azt néztem, hogy reggel és este vannak emeletes vonatok, illetve hétvégén szinte mind az. Egyébként most 2 óránként közlekedik a vonat, viszont reggel, illetve délután, tehát nyilván ugye az iskolába, illetve munkába igyekvők, illetve a onnan érkezők számára óránként indulnak a vonatok. Most ugye a kettő között vagyunk, tehát ilyenkor én azt gondolom, hogy nincs is szükség arra, hogy sűrűbb legyen a közlekedés, és hát ez Magyarországon is így van, meg szerintem egyébként ez mindenhol így van. Ja, egyébként a megszokás hatalma. Jegyet azt nem akartam venni, ugye? Csak úgy fel akartam szállni, de hát azért ez itt nem így működik. Vettem jegyet, és hogyha a fókusz is megengedi, már pedig megengedi, hoppá, azért megvettem Érsekújvárig egyébként a jegyet. Közben felveszem a másikat. Szóval megvettem, meg ki tudja. Úgy voltam vele, hogy nem múlott rajta semmi igazából. És láthatjátok, 1,46 € volt, tehát oda-vissza még csak 3 € se volt, ami hát szerintem ugyanolyan árban van, mint nálunk a vasúti
jegy egyébként 29 km és 26 perc a teljes menetidő, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ebből mi mennyit utazunk le. Na mindegy, ezt csak meg akartam mutatni nektek a jegyeket. Azt is el kell mondanom egyébként, hogy a pénztáros hölgy nem tudott egy szót se magyarul, de ellenben nagyon-nagyon kedves volt, úgyhogy igazából kézzel-lábbal elmutogattuk egymásnak, hogy mi a helyzet, mert hogy nekem meg fogalmam sem volt, hogy hogy vannak itt a jegy dolgok. Még azt se tudtam, hogy például konkrétan meg kell mondani az időpontot, vagy ilyesmi, de nem. Tehát itt is úgy van, hogy sőt, itt nincs olyan, mint nálunk, hogy azt hiszem 4 óra van nálunk a jegy felhasználására. Itt nincs ilyen, hanem így egész nap. Tehát ezt most kiadta, és akkor egész nap egy oda, illetve egy visszaútra alkalmas. Közben akkor felszálltam, és hát így néz ki belülről ez a vasúti kocsi. Egyébként azt el lehet mondani, hogy attól függetlenül, hogy kívülről úgy néz ki, ahogy belül, én azt gondolom, hogy maradéktalanul tiszta. Tehát tényleg igazából nincsen vele probléma, valaki itt hagyta szintén ugyanolyan jegyét, mint ami nekem van. Úgyhogy ennyi. Lassan indulunk. Gyorsan leugrottam egyébként a vonatról, mert nézzétek csak, milyen gyönyörűséges talent érkezett ide. Ugye a RegioJetnek tehát nem csak dezirói vannak, hanem talentje is. Méghozzá ugye dízel üzemű, tehát nem olyanok, mint nálunk. De ilyet még nem láttam, és nem mutattam még nektek videóba, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ezt lekapom itt nektek. Nem értem!
leszálltam itt Ógyallán. Az ajtó itt nincs becsukva. Becsuktam neki. És mindjárt ki is húz szépen innen. Azért itt szálltam le, mert egyébként szimpatikus volt az állomás. Úgyhogy igazából több oka nincsen. Közben a maszkomtól megszabadul. No, szóval itt vagyunk Hurbanovo, avagy Ógyalla. Egyébként azt figyeltem, hogy jó, hát mondjuk túl sok állomást nem hagytunk el, szám szerint egyet egyébként ezen kívül, de hogy ki volt írva mindenhol magyarul is, kivéve Komáromba, amúgy ez a legnagyobb poén. Egyébként, kicsit akkor járjunk körbe, mert egyébként ráérünk. Megnézzük a menetrendet egyébként azért. Itt ne ragadjunk. Bár akkor sincsen semmi. Óra 15. Teljesen jók vagyunk. Van fél óránk. Ami szerintem itt most bőven elég lesz. Egyébként érdekességképpen mondom, a jegyvizsgáló sem tudott egy szót sem magyarul, viszont volt olyan rendes, képzeljétek el, hogy odajött és szólt, hogy ez itt nem dovezám ki. Mondom, tudom, neki azt mondtam, hogy rosszul kértem a jegyet, tehát igazából nem kértem rosszul egyet, csak most nehezebb lett volna elmagyarázni, hogy amúgy csak úgy utazgatok, és úgy gondoltam, hogy majd akkor most itt szállok le, szóval, hogy na mindegy. De nagyon rendes volt, szóval azt el kell ismerni, az egyetlen negatív élményem eddig, az itt most, amit láttatok ti is, hogy becsuktam az ajtót, és itt a forgalmista, hát konkrétan még megharagudott rám, hogy egyáltalán én becsuktam neki az ajtót, én nem tudom, hogy miből, vagy mi volt a problémája. No, ben voltam a boltba. Egyébként azért tűntem el, és ilyen nagy hirtelen környezetváltozást tapasztalhattok, mert megkérdeztem egy nénit, hogy merre van a bolt, és hát konkrétan elkísért, úgyhogy nagy fazon volt. És hát akartam venni egy jó sört, mondom, a visszafele úton már nem videózok, megmondom őszintén, hogy ha videózom, akkor nem tudom élvezni úgy az utat, tudjátok. És gondoltam, hogy megiszok már egy jó sört, hogyha már itt vagyok. Hát olyan jó sört nem kaptam, mert egy nagyon-nagyon picike boltban voltam bent, ahol kettő típusú volt. Az egyik a Staro Ramen, hát azt otthon is ihatok bármikor. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy olyat ne vegyünk már, amit otthon is. Úgyhogy ilyet vettem. Aha, közben... de távol kell tartanom a kezemet, hogy benne legyen. Szóval egy ilyet vettem, nem fókuszál csak rá, talán így. Fogalmam nincs, hogy ez milyen sör, de nem tűnik olyan túl minőséginek egyébként, mert 3,9 az alkoholtartalma, szóval nagy vész nem érhet minket, de kaptunk cserébe plusz 50 millit, és nem tudok fókuszáltatni, mert az egyik kezemmel a kamerát tartom, a másikban a sör van, és szerintem elkeveredtem, de jó vagyok.